Szegeden vagyunk az Evezős és Kajakkenu Olimpiai Központban, Vajda Attilával, olimpiai bajnok kenusunkkal és Raúl Zoltán TRX edzővel. Milyen jó kis munka ez, mennyi mindenre használ. És utána én is azt mondtam, hogy hát elmennék meglátogatni egy edzést, kipróbálom, ha megtetszik, akkor valahogy beleillesztem a felkészülésbe, és hát akkor találkoztam Zolival is, és akkor jöttünk le beszélgetni azzal, hogy na akkor hogyan is tudnám én ezt használni. Az alapvetően két célirány volt maga a vállövés, a vállízületnek a fejlesztés, a stabilitás, illetve a derékcsípő mozgásoknak, ugyanis a kinúzásnál ennek a kettőnek van egy nagyon nagy jelentős szerepe, és ezt próbáltuk meg egyfajta rá segítéssel erősíteni. Mi most egy picit inkább statikus jelleggel használjuk ezt az egészet, nem annyira a dinamikájára, pontosan azért, hogy azokat az antagonista izmokat is megerősítsük, amik a kinúzáshoz kellenek. Mindenképpen azt mondom, hogy egy emberpróbáló feladat. Alapvetően egy jó fizikumú embernek tartom magamat az elmúlt 19 év alatt, amióta kenúzok. Úgy érzem, hogy felépítettem egyfajta vázizomzatot és egyéb keringést is. Azért megizzadok egy 5-10 gyakorlat után. Természetesen azt veszem észre, hogy használ, segít, főleg amikor a vállazást erősítjük, hiszen nálam az egy ilyen koncentrált hely, hiszen jelenleg inkább ott jönnek ki a problémák. De elsősorban, amivel kezdtünk, az ugye egy alap gyakorlatsor volt, amivel megismerkedtünk azzal, hogy egyáltalán hogyan működik ez a szer, milyen erőhatások érik majd munka közben az Attilát, és utána mentünk át egy ilyen speciálisabb vonalra, ami főleg ugye instabil helyzetekben történő gyakorlatsorokat tartalmazott. Próbáltuk instabil helyzeteket létrehozni és abban erősíteni, illetve a apróbb izmokat, tehát nem a főbb vállizomzatot, hanem a mély izmokat próbáltuk egy kicsit megdolgoztatni ezekkel a gyakorlatokkal.